Márkóra este megtelt a főtér, ekkor nyitotta meg a város polgármestere az adventi vásárt. Várakozás, amikor valami pozitívnak, valami jónak az eljövetelére várunk. És maga az advent szó egyébként az eljövetelt jelenti. Számomra ez az eljövetel az, amikor több hét után eljutunk oda szenteste vagy karácsony napján, hogy együtt vagyunk a családunkkal, a barátainkkal, és valami jót együtt tudunk megélni. Az embereket az adventi programok, az ünnepi díszek vonzák a városközpontba. A környező településekről is szívesen jönnek Szombathelyre. Szabó Dorina kislányával, Lénával, Balogunyomból érkezett. Most érkeztünk pár perce, hát természetesen a karácsonyhoz nélkülözhetetlen a vásár is, úgyhogy mi is kijöttünk, a fények, a hang, a kürtös kalács a picinek, meg hát ugye a hagyományos programok, szelfizés a macival, a szánkó. Ami a programokat illeti, Léna, mit szeretnél megnézni még? Megmondod? Mi a kedvence a Lénának? Óriás kerék. A szombati ünnepi gyertyagyújtás előtt ökumenikus szertartás keretében a katolikus, az evangélikus és a református egyházpapjai tartottak igehirdetést. Jakab Bálint református tiszteletes arról beszélt, ne a tétlen csodavárás vagy az ünnepi rohanás jellemezze a következő heteket, helyette a lélek elcsendesülése, embertársaink segítése töltse ki napjainkat. A szertartás után Nemény András polgármester gyújtotta meg az első gyertyát a Hermann iskolások által készített óriás koszorún.